Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Leváltották a kínai Hubei tartomány több tisztviselőjét a koronavírus járvány elhibázott kezelése miatt. Köztük a tartományi egészségügyi bizottság pártitkárát és elnökét, illetve a helyi Vöröskereszt igazgatóját. Utóbbit azzal vádolják, hogy az adományok kezelése során kötelességszegést követett el. Lezárva tartják a kínai hatóságok Wuhant, ahol először ütötte fel fejét az új koronavírus. Az utcák szinte üresek, mert akik itt maradtak, csak szükség esetén mennek el otthonról. A járvány miatt több nagyvárosban megállt az élet, itt Shanghaiban is. A halálos áldozatok száma már meghaladja az ezret, de az új fertőzések száma csökken. Szerintem ez annak köszönhető, hogy az ország jól teljesít a megelőzés terén, mondta egy helyi lakos. Hétfőn 180 haltak bele a betegségbe, ami napi rekord volt. Aznap közel 2500 új megbetegedést regisztráltak, mintegy 600-al kevesebbet, mint vasárnap. Ezzel 42 000 fölé nőtt a fertőzöttek száma. Ebben nem számít bele Hongkong. A járvány rendkívül rosszat tesz az üzletek, már most sokkal kevesebben járnak el vásárolni. Nekem a felével, vagy még többel visszaesett a forgalmam, mondta egy ottani ruhakereskedő. A kormány járványügyi főtanácsadója úgy véli, a járvány tetőzése ebben a hónapban várható, utána fokozatosan javulhat a helyzet. Szerint a hatóságok rosszul tették, hogy megfenyegették az orvost, aki figyelmeztetni próbált a kollégáit a vírusra, azóta pedig meghalt egy kórházban. Szerintem az emberek többsége Kína hősének tartja őt, köztük én is. Büszke vagyok rá, mert már december végén elmondta az igazságot. Úgy tudom, Wuhanban és pár városban világító mobiltelefonokkal emlékeztek rá, mondta a szakértő. Közben az egészségügyi világszervezet kétnapos találkozón tárgyal arról, hogyan lehetne felgyorsítani a diagnosztikai és gyógyszerkutatásokat, illetve egy vakcina kifejlesztését. Közel 300 000 demokrata szavaz ma New Hampshire államban, amely az első valódi előválasztás lesz. Szemben a múlt héten Iowa-ban tartott előzetes választással, amely a feldolgozás miatt káoszba fulladt, most hagyományos szavazásra kerül sor, így az urnák zárása után azonnal érkeznek majd a részeredmények. Közben Donald Trump is az államban kampányol. Bár a republikánus jelölést egyértelműen megnyerheti, a látogatással kifejezte, hogy novemberben is számít majd New Hampshire-re. Több tízezer ember vonult Teherán utcáira kedreggel az iráni forradalom 41. évfordulója alkalmából. Az eseményen Hassan Rouhani elnök mondott beszédet, amelyben fő ellenségként az Egyesült Államokat és a cionizmus nevezte meg. Iráni katonák vonultak fel az Azadi torony előtt Teheránban kedreggel. Az iráni forradalom 41. évfordulója alkalmából, amely az iráni iszlám köztársaság megalakulását jelentette, több tízezer ember demonstrált. Az eseményen Hassan Rouhani iráni elnök mondott beszédet, amelyben úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok célja, hogy visszafordítsa Irán 41 éves iszlám köztársaságát. Országunk és a felkelésünk ellensége első naptól kezdve Amerika és a cionizmus volt. Amerikának a választásainkkal van problémája. Azt mondják, miért választanak az iráni emberek. Az állami televízió felvételei alapján Teheránon kívül több más városban is felvonulásokat tartottak halál Amerikára és halál Izraelre feliratú táblákkal. Az iráni hadsereg egyik tábornoka pedig arról is beszélt, hogy Izrael hamarosan el fog tűnni a Közel-Keletről. Az elmúlt időszakban újra kiéleződött a feszültség Irán és az Egyesült Államok között. 2018-ban Donald Trump elnök kihátrált elődje atomalkujából, és újabb szankciókat vezetett be, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra a nukleáris fegyverkezés felszámolására. Idén januárban pedig likvidálták Irakban Qasem Szulejmáni tábornokot, aki a legfőbb vallási vezető és az elnök után a harmadik legbefolyásosabb vezető volt a perzsa államban. Rouhani, aki Szulejmáni képe mellett mondta el beszédét, azt mondta, hogy Szulejmáni mártír, aki a stabilitásért harcolt, Trump pedig hazudott. Könnygázzal és vízágyukkal oszlatták a tömeget Beirutban. Több száz tüntető próbálta megakadályozni, hogy a képviselők bejussanak a Hassan Diab vezette kormányról tartandó bizalmi szavazásra. A rendőrökkel való összecsapásban több száz ember sérülhetett meg, köztük egy képviselő. Libanon a világ legeladósodottabb országai közé tartozik, és súlyos gazdasági válsággal küzd,
Október óta pedig folyamatosak a kormányellenes tüntetések. Az elmúlt időben a bankok elkezdték korlátozni a valuta felvételt, ami nagy indulatokat váltott ki. Nagyon nagy árat fog fizetni Szíria a török katonák megtámadásáért, ezt mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök, miután az elmúlt héten 13 katonát öltek meg a szíriai Idlib térségben. A konkrét lépéseket holnap fogják bejelenteni. Szíria kereste a bajt és meg is találta, főleg Idlib térségében, azonban ez nem volt elég nekik. Minél inkább támadják a katonáinkat, annál nagyobb árat fognak fizetni. Ezeket a lépéseket holnap fogjuk megosztani a nyilvánossággal, mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök Ankarában. Az elmúlt héten 13 török katonát öltek meg Szíria Idlib térségében, ahol a szír hadsereg orosz légi támogatással nyomul előre. A feszültség kapcsán Moszkva is megszólalt. A Kreml szóvivője szerint a szíriai és orosz csapatokkal szemben minden támadást fel kell függeszteni. A Kreml aggódik a kialakult helyzet miatt. Az Idlib térségében hosszú ideje szabadon tevékenykedő terrorista csoportok aggasztóak. Ezek a csoportok erőszakos cselekményeket hajtottak végre a szíriaiak ellen és a mi létesítményeink ellen is. A legfrissebb felvételeken egy lezuhanó szír helikopter látható, amelyet a török tüzérség által támogatott lázadók lőhettek le. Ha a törökök nagyobb támogatásban részesítik a lázadó szíriai csapatokat, tovább súlyosbodhat a konfliktus. Komoly átrendeződést hozott az írországi politikában a szombati parlamenti választás a végeredmény szerint. Leo Varadkar kormányfő jobbközép pártja, ma Fine Gael csak a harmadik lett. Első helyen a szintén jobbkezép Fianna Fáil végzett, de ők is mandátumokat vesztettek. Második lett a nacionalista Sinn Féin. Az IRA egykori politikai szárnya 15-tel több mandátumot kapott, mint legutóbb. Elemzők szerint a három legnagyobb párt között padhelyzet alakult ki. A kormányalakítás így hetekig tarthat. Nemzetközi felháborodást okozott a mexikói sajtó januári beszámolója arról, hogy egy főleg őslakosokból álló közösség az ország déli részén gyerekeknek ad fegyveres kiképzést. A drogkartellek miatt 5 éve polgárőrséget hoztak létre, mert szerintük a hatóságoktól nem kapnak védelmet. Nem merik iskolába küldeni gyerekeiket, sem elhagyni faluikat egy mexikói közösség tagjai. Múlt hónapban képek jelentek meg arról, hogy már 6 éveseknek is fegyveres képzést adnak. Lefoglaljuk és felkészítjük a gyerekeket, hogy ne csatlakozzanak utcai bandákhoz. Ez is része az oktatásuknak, mondta a helyi polgárőrség alapítója. A gyerekek középiskolákba már nem mennek, mert azok a drogkartellek befolyása alatt állnak. A közösség vezetői azt állítják, csak kiképzik őket, de ilyen fiatalon még nem harcolnak. Az elmúlt évben több kegyetlen gyilkosság volt a környéken, ahol mintegy 6,5 ezeren élnek termékeny mágföldek közelében. A mágból ópiumot gyernek, amiből heroin készül. A Los Ardillos kártel magas áron mákot vesz az őslakosoktól, de 3-4 alkalom után már jóval kevesebbet fizetnek, és aki nem fogadja el, megölik. Januárban meggyilkoltak 10 zenészt, akik elhagyták a védett területet. A drogkartel egyik támadását akkor visszaverték, de a helyiek állandó félelemben élnek. Le akartak mészárolni mindenkit. 16 terepjáróval jöttek. 200 fegyveresük volt 30 helyi polgárőrrel és pár kollégával szemben, mondta egy polgárőr. Megkaptuk anyám holttestét, megkínozták. Ha nem védjük meg magunkat, semmi nem változik. Sok megcsonkított rokont temettünk el, mondta egy nő. A közösség tagjai nem bíznak a helyi rendőrökben. Szerintük ugyanis korruptak, és a drogkartellek besugóiként működnek. A bandák elrabolhatnak, mert az a céljuk, hogy megfélemlítsenek és kizsákmányoljanak. Ha túlszul ejtenek, váltságdíjat kérnek, mondta egy másik polgárőr. A mexikói elnök elítélte a gyerekek kiképzését. A kormánya viszont nem tudja megfékezni az erőszakot. Az országban tavaly rekordszámú több mint 34,5 ezer gyilkosság történt. A napra lehetett nézni, de arra a strasszkövekkel kirakott autóra nem, amely a Krímfél-szigeti Szevasztopol utcáin gördült végig. A hatalmas feltűnést keltett autó tulajdonosa Kínából rendelte a köveket, mintegy 40 kilogrammot, amelyek most már a kocsiját díszítik.
Kezdetben segítőkkel vágott neki az időigényes és fáradtságos munkának, de végül egyedül maradt, így saját maga ragaszgatta fel a több ezer fénylőkristályt. A vezetéshez stílszerűen strasszokkal kirakott napszemüveget visel, hogy teljes legyen a harmónia. És ezek voltak a világhíradó hírei. Mára, holnap ugyanebben az időben várom önöket, tartsanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra!